3T. A kulturális podcast. Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű podcastünk legújabb adása. Én Mucsicska László vagyok, a vendégünk pedig Goda Krisztina, a Bujék című film rendezője. Szia! Ha a nézők vagy a hallgatók a magyar hírekkel vagy a magyar kritikákkal kicsit többet foglalkoznak, akkor valószínűleg már belefutottak a Bujékkal kapcsolatos legegyértelműbb ilyen kritikai megnyilvánulásba, hogy ez a film egyáltalán miért készül el, ez egy remake, miért van rá szükség, hogy egy magyar verzió is készüljön belőle, hiszen mégiscsak az olasz eredeti az egy viszonylag jó kritikákat kapott itthon is, szerették szinkronosan, feliratosan, volt DVD verzió belőle. Ti most ezt készítettétek el magyar szereplőkkel, magyar verzióban. Miért? Egyrészt hál' Istennek, ez nyilván egy értető kérdés egy kritikus részéről, vagy akár egy újságíró részéről, mert én is feltenném ezt a kérdést. De azért azt érzem, hogy a kritikáknak a nagy része az azért azt állította, hogy ezt érdemes volt megcsinálni eddig, tehát ez mindenképpen nekem is egy meglepetés volt. Visszavetkezni, miért ne? Tehát rengeteg remake-et nézünk, a sorozatok nagy része, amiket szeretünk, és a sajátunk, azok valamilyen létező izraeli, amerikai, német sorozatnak a magyar remake-jei, de ez nyilván nem azt jelenti, hogy ezek egy az egybeni átiratok. A mozinál ez valóban nem egy túlságosan szokványos dolog. Egyébként ez a film, ez pont ebben a szempontból is egy kicsit újdonság, meg egy úttörő, mert nagyon sok európai országba eladták. Többek között egyébként a tengeren túlra is eladták, ott még nem tudom, hogy készül-e remake, de már a magyar előtt elkészült egy francia, egy török, egy görög, egy spanyol verzió, így van. Igen, ha jól tudom, azt mondom, hogy 12 ország vette meg ennek a megfilmesítési jogait, ami tényleg elképesztően nagy szám. Tehát, hogy ez az nem biztos, hogy mindenhol el is fog készülni egyébként, mert eladni könnyebb, mint aztán végül valamit megvalósítani. Mi a Kaméleont adtuk el annó a Divényi Rékával, annak a remake jogait Indiába, és ott az volt a kérdés, hogy megengedjük-e azt, hogy legyen benne tánc, zene, és tánc, igen, ének és tánc, és mondtuk, hogy persze, hát ez egy remake, úgyhogy csináljanak vele, amit akarnak, a miénk az a miénk. De azt gondolom, hogy ez lehetséges egyébként, hogy ez egy tendencia lesz, hogy ha olyan viszonylag kisköltségvetésű történetek, amik sok helyen megvalósíthatók, és elég univerzális témájúak, és nem egy hatalmas anyagi kockázat egy befektetőnek, akkor szerintem ez nem csak a televíziókban lesz egyre inkább így, hanem akár a moziban is. Ami picit hasonszörű, az mondjuk az HBO-nak a Terápia című sorozata, ami némiképp hasonló utat járt be, mert a társasjáték, azt is nagyon sok helyen adaptálták. Csak mondjuk a Terápiával kapcsolatban azért érzem egy picit hasonszörűbbnek a dolgot, mert itt is nagyon problémaorientált a forgatókönyv, meg szinte ugyanúgy egy helyszínen játszódik, hogyha most azt a pár külsőt nem vesszük számításba. Hát egyébként igen, a Terápiának az egyik titka azon felül, hogy nagyon jó és ütős ötlet volt, az volt szerintem, hogy könnyen elő lehetett állítani, mert kellett hozzá néhány díszlet, de nem sok, mondjuk inkább kettő, és kellett hozzá néhány jó színész. És onnantól kezdve az, hogy ez izgalmas, fordulatos, az már a dialógusok meg a helyzetek hozták, amiből lehetett meríteni bőven az eredetiből, de tettek hozzá. Én mondjuk az izraelit láttam, és az amerikait, a magyart azt már nem éreztem, hogy ekkora terápia fan vagyok, hogy még azt is megnézem, de belenéztem abba is, és hát volt olyan karakter, akinek a történetét azért markánsan belenyúltak. Én visszakanyarodva a Bujékre, hogy én azt éreztem, hogy ez egy olyan téma, ami ez nekem közön van, és ami egy nagyon jó játék lenne, és szívesen megcsinálnám. Hogy teljesen őszinte legyek, én először színpadra szerettem volna vinni, csak a színpadi jogai azok tulajdonképpen nem léteznek ennek a projektnek. Több színház is ráfutott, és senkinek sem sikerült eddig megszerezni, mert hogy ez egy forgatókönyv volt először, és nem volt színpadi mű, úgyhogy ott picit zavaros a jogi helyzet. És akkor felmerült az, hogy legyen ebből film, azon arra nem elsőre mondtam egyébként egy lelkes igent, pontosan azok a dolgok miatt, amiket te is felhoztál, hogy ez nem olyan régen volt a mozikban, nem nagyon van hasonló remake-re példa Magyarországon. De aztán azt gondoltam, hogy de ez akkor is egy jó történet, és hogyha mi tudunk ebbe valamit vinni, amitől ez egy kicsit a miénk, és egy kicsit
persze magunk képére formába, de tiszteletben tartva az eredeti anyagot, akkor lehet, hogy megéri. Hogyan zajlik egyáltalán ilyenkor ennek a folyamata? Tényleg pont azért, mert Magyarországon erre nagyjáti filmek kapcsán nem nagyon van példa. Egyáltalán téged talált meg ez a könyv, vagy az ötlet? Egyébként több mindenkiben felmerült egyszerre, és engem is többek között megtalált ez a történet. Mondom, engem elsősorban ez a színpadi jog érdekel, tehát hogy én viszonylag sokáig azt gondoltam, hogy hát nem biztos, hogy ez filmként az én történetem, de aztán egyszer csak azt gondoltam, hogy na jó, akkor igen, akkor legyen. És Zákonyi Tamás, aki miután kijött a moziból, fölhívott engem, hogy figyelj, csináljuk meg, akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor gondolkodjunk el ezen, mert volt korábban egy közös filmünk, a Szabadságszerelem, és volt egy jó és bizalmi kapcsolat, úgyhogy tudtam, hogy ha már egy csatába megyek, akkor valaki olyasmi, valakivel megyek, akivel ezt meg lehet tenni. És az ötlet után hogyan indultatok el? Divinyi Rékával sokat üldögéltünk és beszélgettünk arról, hogy milyen irányba vigyük ezt el. Nagyjából azt kellett ugye eldönteni, hogy mi az, amit szeretnénk megtartani, mi az, amihez úgy érezzük, hogy nekünk is közünk vagy van, vagy ami annyira jól működik, hogy azon nem nagyon érdemes változtatni, és el kellett dönteni azt, hogy mely karaktereket változtatjuk meg, mi az, ahol belenyúlunk a karakterek közötti relációba, az ő háttértörténetükbe, a köztük lévő problémákba. Ezekben mindenképpen próbáltunk olyan dolgokat keresni, amiről úgy éreztük, hogy nekünk van valami mondani valónk, vagy minket érdekel, és nyilván szolgálja ezt a történetet, és ebbe illeszthető. De egyébként nem könnyű, tehát látszólag úgy tűnik, hogy ez egy könnyű munka, de nem könnyű pont azért, mert tehát van 7 színész, egyszerre 7 főszereplő. Nagyon nehéz 7 embert úgy exponálni, hogy mindenkiről megtudj pont annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy aztán ezek a kis sorozatos leleplezések, ami a film során a hívásokkal, meg az üzenetekkel jönnek, ezek meglepetések és fordulatok legyenek. Tehát az egy főhőst exponálni, az most már úgy gyakorlat, a 7 főhős az már nem az. De azt éreztem, hogy igyekeztünk az expozíciót gördülékenyé tenni, és nem unni ezt a dolgot, vagy nem untatni a nézőt, de hát ez időt igényel. Tehát ez volt egy olyan dramaturgiai kihívás, amivel mindenképpen kellett foglalkozni. A történet vége az mindenképpen felvetett kérdéseket. Én nagyon szerettem az eredetinek a cinikus végét, aztán egyszer csak azt éreztem, hogy elkezdtem így involválódni a karaktereimmel, és azt akartam, hogy bizonyos kapcsolatoknál lehessen valami pici remény a végén. Most nyilván nem akarok nagyon spoilerezni, de ne az legyen ennek a történetnek az üzenete, hogy a teljes őszintesség az szükségszerűen minden emberi kapcsolatot tönkretesz, mert egyrészt ez mint állítás sem teljesen állja meg a helyét, másrészt meg vannak kapcsolatok, amikre ez igaz, és van, amire meg nem igaz. Tehát ahol már egy mondjuk egy pár, akár a Márk és a Fanni szereplő esetében már annyi egymással szemmel elkövetett bűn és titok van, akkor ott nem sok remény van, de ahol alapvetően a lényeg rendben van, ott úgy éreztem, hogy nekik adjunk esélyt. És mondjuk egy ilyen remake esetében az eredeti író rendezőnek meg kell mutatni azt, hogy milyen lesz a végeredmény, vagy onnantól kezdve, hogy a jogokat átadta, onnantól az már teljesen a ti felelősségetek, hogy mi lesz belőle. Igen. Igen. Nem szólnak bele, és nem is, tehát hogy bármilyen átirat ebből. De hát szerintem ez így van rendjén egyébként, tehát hogyha jó, persze mondjuk pont a színdarab szerzőknél ott működik az, hogy ellenőrzik, hogy pontosan mennyit változott a szöveg, de hát ez nyilván egy rugalmasság kérdése, és szerintem nem érdemes úgy hozzáállni, hogy hát mondom, ezt csak a Kamélon példájáról tudom, hogy azt már megcsináltuk, az megvan, az a miénk, úgyhogy ebben valaki lát lehetőséget, hát miért ne? És láttad egyébként az indiait? Nem, szerintem végül nem készült el, azt gondolom, mert csak hallottunk volna róla, bár mit tudom én. Rékával nyilván egy megszokott alkotópáros vagytok, bármennyire is közös fejlesztés az írás, azért gyanítom, hogy az az ő feladata egyértelműen. Szóval az, hogy mondjuk kapsz egy megírt forgatókönyvet, amit leforgatsz, ettől a közös munkától nyilván sajátodnak érzed. De mi van egy ilyen script esetében, hát, ami meg nem, teljesen nem, távol áll tőle? Dolgozunk együtt, tehát hogy minden egyes munkánk eddig teljesen más volt, a Csak szex és más semmi, az a
az az én treatmentem és az én forgatókönyvem volt, illetve Heller Gáborral írtunk egy közös verziót ebben, és Aréka azt dolgozta át. Tehát minden egyes közös munkánk más volt. A treatmenteknek a kidolgozásában én maximálisan részt veszek, dolgoztunk együtt úgy, hogy írótársaként, úgyhogy a vezető író, én a storyliner és az egyik író, tehát nagyon sokféle módon dolgoztunk együtt. Nem, ennél a kollaborációnál azért nem feltétlen az a helyzet, hogy ő, mondjuk egyébként most pont ennél a nagy részét igen, de itt a, még egyszer mondom, akkor viszont még adekváltabb a kérdés, hogy ha igazából az írásban is már a treatment fázistól ugye te ott vagy ebben, meg a te ötleteid alapján van, mennyire tudod magadénak érezni ezt a történetet, ami meg nem a sajátod. Hogy teljesen őszinte legyek, van egy eltartás, ami nem biztos, hogy rossz. Most hozok még én egy színházi példát, mert ugye ott bevett gyakorlat az, hogy mondjuk a Makrancos Katát az ember nem egyszer viszi az életben színpadra, hanem megengedjük azt, hogy ebből több verzió is legyen, de a Ketten egyedül címe megy most már, nem tudom, hányadik éve a Táliában, a Frankie és Johnny, aminek a szövegéhez is hozzányúltunk, de ott azt éreztem, hogy muszáj megtaláljam benne saját magam, tehát hogy akkor nincs értelme ezt megcsinálni, hogyha nincs ezzel nekem személy szerint valamiféle üzenetem, vagy nincs miért megcsinálni, engem ez muszáj, hogy érdekeljem. Ugyanakkor egyfajta távolságtartással tudtam ezt az anyagot kezelni, mert más az, amikor az A betűtől a 120. oldal végéig, az ötlettől a készforgatókönyvig valamit az ember végigasszisztál, meg van, amikor van egy erős alapanyag, mint például ez. Tehát, hogy nem állítom, hogy ez ugyanaz, és néha nehezebb volt rendezőként, mert amikor valami egy ilyen saját szülés, akkor nyilván pontosan tudom, hogy mit akartam, honnan jött, aztán, hogy ez hogy sikerült, az már vita kérdése, de a szándék az sosem kérdéses. Itt néha meg ugye értelmeznem kellett a szerzői szándékot, pont úgy, mint egy színdarab esetében, hogy na vajon ezt miért írta, vagy itt mit akart azzal, amit most nem teljesen jön át, és bennem van a hiba, vagy a leírt anyagban van a hiba. Úgyhogy ilyen szempontból ez valahol félúton volt egy ilyen bérmunka és egy szerelem munka között, de ez nem baj, mert nagyon sok dolgot sokkal objektívebben tudtam kezelni benne, tehát nem bódított el az, hogy ezt nagyon szeretem. Igen, talán az, hogy racionálisabb döntéseket tudtam benne talán hozni. És mik voltak azok a dolgok, amihez már az elején mondjuk tudtátok a Rékával, hogy ehhez biztosan hozzányúltok? Tehát ugye egy pár dolog változott, csak igazából a szereplők nem házas pár van, hanem egy elvált nő, aki iránt rajong, egy másik férfi, tehát ilyen apróságok így voltak. Testvéri kapcsolat is belejött, szóval hogy hogyan indult az egész? Azt hiszem alapvetően nem volt egy konkrét terv, hogy na majd akkor ezt fogjuk csinálni, hanem ez menet közben alakult. Hoztunk döntéseket az elején, a végére nézve is hoztunk döntéseket, bár volt egy alternatív vég, amit aztán végül ugyan még le is forgattunk, de aztán nem került a filmbe. Az mi volt egyébként? Hát én szerettem volna leforgatni az eredeti történetnek a végét, egy picit másképp, de megtartva azt a koncepciót, de egyszerűen azt éreztem, hogy az már megvan, tehát hogy akkor csináljunk egy ettől elrugaszkodottabb verziót. Meg sajnos volt egy anyagi akadálya is, hogy az még plusz 2 nap forgatás lett volna, amire egyszerűen nem volt kered, úgyhogy végül az nem valósult meg. Annak egy ilyen leegyszerűsített változata az megvalósult, de nem volt rá szükség, szóval egyértelmű volt az első vetítés után, hogy ez senkinek nem hiányzik. Említetted még kb. 2 vagy 3 válaszsal ezelőtt, hogy volt neked is valami a fejedben ezzel kapcsolatban, hogy mit akarsz üzenni, vagy mit akarsz ezzel bemutatni ezzel a filmmel. Ez mi volt? A megcsalások intézménye? Ez a túlságosan technokrata élet, vagy mi volt az, ami igazából mozgatott ebben a sztoriban? A megcsalás az egy felszíni jelenség, vagy egy tünete ennek a problémának. A sokkal jobban érdekelt ebben, hogy mi az, amit másoknak hazudunk, mi az, amit magunk, tehát mik azok a hazugságok, amikkel együtt élünk, és nem is tudjuk azt, hogy valójában hazugságok, hogy mennyire merünk magunk lenni, és mennyire kell saját magunk lenni egy bármilyen társas viszonyban, akár barátságban, akár kapcsolatban. Tehát ez mint probléma, köszöntöm, hát izgalmas. A legelső verzióban, ha jól tudom, mert akkor még megjelent egy hír erről, hogy a Hevér Gábor helyett még a Csányi Sándor volt. Ott miért volt szerepcsere? Eleve nehéz volt, mert mind a ketten két olyan castingot csináltak, hogy tényleg egyik jobb volt, mint a másik, gyakorlatilag fejfej mellett volt. Aztán végül is nem a
Sanyira esett a választás azért, mert a Csak Színház és Más Semmi sorozatot most már negyedik éve csináljuk. És abból kész volt 8 rész, viszont mi csúsztunk, ők előbbre jöttek, és egyszerűen nem lehetett Sanyit onnantól kezdve egyeztetni. Gyakorlatilag ő maga is, meg én is azt mondtuk, hogy hát itt most nincs miről beszélni. Maga a gyártás, az hogyan zajlott? Épített volt, gondolom, a díszletet, hogy ezek nem valódi lakások voltak? Az egyik igen. A Gábor Saci lakás az valódi lakás volt, a Mark Fanny lakás az egy épített díszlet volt, és az Alíz lakás, ahol az egész történet játszódott, az természetesen egy épített díszlet volt, Verebes Zoli a Pater Sparrow művész nevén, aki egyébként fantasztikus, tehát a csapatával együtt egy egészen kivételesen fantasztikus látványtervező, és remélem, hogy még sokat fog tudni vele dolgozni, mert soha ennyire jó dolgom nem volt. Mondom ezt úgy, hogy nagyon-nagyon jó díszlettervezőkkel dolgoztam. És maga a gyártás az meddig zajlott? Mennyivel volt ez egyszerűbb, komplikáltabb, mint mondjuk a korábbiak? Így, hát, hogy mondjuk itt tényleg az ömét egy helyszínen épített díszletben csináltátok végig. Bizonyos tekintetben ez úgy tűnik, mintha ez egy egyszerű film lenne, de nem volt minden tekintetben egyszerű. Viszonylag rövid ideig forgott, tehát ilyen 30 pár nap, 31 vagy 2, nem tudom pontosan, meg kéne néznem, hogy mennyi volt. Volt egy pótforgatásunk, mert Lengyel Tomi kibicsaklott, és nem tudott eljönni az utolsó napra. Úgyhogy azzal együtt szerintem ilyen 32. De ami nehézség volt benne, az az, hogy nem úgy dolgoztunk, ahogy egyébként, hogy napi 12 órát, heti 6 napot. A heti 6 nap az adott volt, de napi 10 órát dolgoztunk, viszont ebben nem volt ebédszünet, és nem volt tulajdonképpen semmilyen szünet. Ami azért nehéz, mert van ez az úgynevezett running lunch, hogy hoznak kaját, és akkor amit éppen érsz, és teli szájjal beszélsz mindenkihez, de időnként magadba tudsz tenni egy pogácsát. Ez a színészekre nézve volt elsősorban nehéz, ők mondjuk ettek, az egy más kérdés, hogy 30 napig ugyanazt, de, és volt, hogy egy hétig sajttortát, egy hétig salátát, de nagyon fegyelmezettek voltak. Nem tudtam igazán a színészek közül senkit sem elengedni, mert két kamerával dolgoztunk párhuzamosan. A jelenetek miensége miatt egyszerűen mindenkire egyszerre szükség volt. Tehát az, amit egy színész megél egy forgatáson, hogy a 12 órából szükség van rá másfél órában max, vagy ha ez egy nagyon abszolút főszerep, akkor mondjuk 3 órában, az, hát ez a terhelés annak a sokszorosa volt, és ez hiába én jeleztem előre a színészeknek, de azért nekik is meglepetés volt, de hihetetlenül jó fejek voltak, tényleg. Pedig azért erőt próbáló volt sok szempontból. Nagyon-nagyon türelmesek, alázatosak, nagyon normálisak voltak. Különböző műfajú filmeket gyártottál eddig. Mi lesz a következő? Nem tudom, sok minden érdekel. Most éppen egy dramedin dolgozunk a Rékával, ami saját ötlet, és nem remake, de nagyon az elején tartunk, tehát fogalmam sincs, hogy lesz-e belőle valami. Az, hogy most mi hiszünk benne, én mint ötlet nagyon jónak tartom, de nem tudom, hogy más is osztja majd a mi lelkesedésünket, meg ez egy olyan történet, amiből kicsit nehéz látni, hogy majd milyen lesz a vége, és beszéltünk az előbb az egy napról, hogy ott is nagyon nehéz volt az elején látni, hogy majd mi lesz ebből. Na, ez is egy hasonló dolog, de hát abban bízom, hogy azért majd csak meg tudjuk mutatni, hogy ez működőképes, magunknak is, meg mindenki másnak is. Alapvetően szeretem a drámákat, azt nem nagyon látom, hogy Magyarországon erre van-e igény. Sőt, mondjuk itt nem nagyon van igény rá, tehát a nagyon kevés film, nagyon kevés dráma hoz be igazán közönséget. Vannak kivételek, de azért nem sok. Ezt meglátjuk. A musical az olyasmi, ami érdekel, de az csak úgy érdekel, hogyha ez nem valami limonádi alaptörténet. Tehát én nem nagyon tudom élvezni azokat a musicaleket, ahol maga a történet nem involvál elég, és adott esetben csak a zene miatt vagyok ott, már egyébként lehet, hogy fölállnék. Ez egy költséges műfaj, nem tudom, hogy arra lesz-e valójában lehetőség. Papa Pia 2? Hát nem, engem az előkép az a Moulin Rouge, ha már valami, akkor az érdekelne, de ami nem a Moulin Rouge nyilvánvalóan, de hogy ha már valami, akkor egy olyan, tehát az egy jó ötvözet volt abból a szempontból, hogy a zenék is nagyon működtek, és hogyha nem lettek volna benne ezek a dalok, ami nyilván nonsense, mert ez a műfaj lényege,
akkor is szerettem volna ezt a történetet nézni. És érdekelnek a gyerekfilmek, hogy ez full animáció, vagy egy live action animáció kombináció, az kérdés. Hát talán egy kicsit a live action animáció az azért áll közelebb, mert ott mégis a színészekkel való közös munka azért az olyasmi, amiben az ember úgy ki tudja magát élni, de csináltam már full animációt is, csak két ilyen kis filmet, és azok, az is jó. Csak ott az animátorral van egy olyan szoros viszony, hogy gyakorlatilag minden egyes mozdulatot együtt találunk, vagy hát szóval, hogy meg át kell beszélni, az egy más-más műfaj. Hát mondjuk a drámák, amiket említesz, kb. Tényleg Magyarországon azok tudtak futni egyáltalán, ami mondjuk ilyen rangosabb külföldi díjakat nyert, tehát nyilván a Testről és lélekről, a Saul fia, az Erneláig farkaségnál, ezek mind gyakorlatilag ennek köszönhetek, és mondjuk a dramedy az pont egy nagyon jó irány, és, hát, és azért valljuk be őszintén, azért a Bújék is egy dramedy. Tehát, hogy ez egy jó köntös, hogy vígjátéknak adtátok el. Nem, ez egy abszolút dramedy. Mert nyilván emiatt sokkal többen fognak beülni rá, de hogy ez egy full dramedy, és az meg egy elképesztően jó műfaj. Tehát, hogy én nagyon szeretem, mert nyilván ez is hozzáad az élet szagúságához. Meg szerintem nem is szabad elvenni tehát engem az a fajta vígjáték egyébként Astart nem érdekel alkotóként, ahol nincs igazán tétje, és nincsenek benne drámai helyzetek, vagy legalábbis nincs egyfajta komolyan vétele a drámai helyzeteknek, mert lehet, hogy nézőként szívesen beülök a moziba, és nevetek valamin, de az is inkább a nem. Egyszerűen az érdekel, ami egy, nem akarom azt mondani, hogy egy igényes vígjáték, mert ezen minősítek, de olyasmi, ami adott esetben elgondolkodtat, amellett, hogy a humorral folyamatosan ellenpontozva van a hát igen, az üzenet, mert a Csak szex és más semmi, az is egy egyedülálló, gyerekre vágyó nőnek a tragédiája, az egy más kérdés, hogy mondjuk egy vígjátéki köntösbe van ágyazva, de hogy annak is van egy ilyen full komoly szála. Tehát, tehát hogy nekem, ami engem abban érdekelt, és ami a leges-legelső treatmentem volt, az persze ez a gyerekvállalás kapcsán, de hogy valójában engem az érdekelt, hogy ki lehet-e zárni azt az ember életéből, hogy sérüljön. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy jó, éppen elég rossz dolog ért az életben, mostantól ennek nem adom meg az esélyét, viszont egy tartalmas életet szeretnék élni, szeretnék egy gyereket, de nem akarok férjet vagy társat az életemben. Tehát, hogy valójában igen, hát egy súlyos, magányos karakter, akinek nagyon komoly sérülései vannak. Nyilván meg lehetett volna így is csinálni ezt a történetet, de és valószínűleg nem is szándékosan indult ez ennyire a vígjáték irányába, hanem amikor az ember megpróbál cselekményt szőni, és akkor konkrétan a praktikus következményeit megnézed a főhősöd céljának, akkor elmegy egyszer csak a sperma bankba, és az egyszer adta magát, és dobta föl sorban az adott esetben potenciálisan viccesebb helyzeteket, és akkor egyszer csak azt mondtuk, hogy hát most ne erőlködjünk azon, hogy ez egy komoly dolog legyen, mert nem annak adja magát. Na most közhelyes újságírói kérdés lesz. Te már csináltál történelmi filmet, most meg van nyitás történelmi film irányába. Csinálnál még történelmi filmet? Simán csinálnék még történelmi filmet. Az nagyon valószínű, hogy olyannak kéne lennie, ami engem érdekel, és amiben én magam látok valamit, és az is fontos, hogy merjünk ebben bátrak, és lehessen árnyalt karaktereket ábrázolni, ne kelljen vegytiszta hősöket és csúnya ellenségeket mutatni, mert egyszerűen ez nem elég érdekes, és nem is életszerű, és nem is igaz, és nem is mondunk vele semmit, ami bárki számára érdekes lenne. Tehát, hogy komoly feltételekkel, de igen, tökre érdekel egy pár dolog, ami... Például? Ez megint olyan, hogy ez viszont annyira gyerekcipőben járó tervek még, hogy azért nem akarok róla beszélni, mert hogy semmi nem lesz belőle, de... Jó, egyet elmondom. Na. Van egy 50-es évek sorozat, ami heti sorozatnak szántuk, és picit az 50-es évek és a szexualitás témáját járja körül három különböző főhős kapcsán. És szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma. Egyrészt attól, hogy akkor azt mondom, hogy szexualitás, akkor nyilván nem egy erotikus sorozatot kell elképzelni, csak hogy
hogy a főhőseink ezen a három szálon, amit bonyolítunk párhuzamosan, folyamatosan olyan helyzetekbe kerülnek, ahol olyan szinten lép be a rendszer az ő személyes terükbe, az intim szférájukba, hogy ez már a szexualitásukat is érinti, vagy eleve a szexuális beállítottságuk miatt kényszerülnek egy olyan életpályára, amire nem akarnának egyébként. De szerintem ez egy izgalmas és érdekes téma nekem. Volt egy másik, azt inkább nem mondom el, mert az egy, nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, de annak most már más a rendezője, csak a választanom kellett egy korábbi filmnél, hogy azt választom, mert ez egy amerikai producernek az Angliában elkészülő filmjét, vagy az előző filmemet, és akkor már nem volt kérdés, hogy a sajátot fogom. De az is egy nagyon jó téma volt. Tudsz egyébként mondjuk ilyen branksort állítani, hogy mit szeretsz leginkább csinálni, hogy tévéfilmet, nagyjátékfilmet vagy színházat? Hát a színház az nekem csak egy ilyen kitérő, inkább azt gondolom, de hát, hogy én nem hasonlítanám magam rengeteg, tényleg nagyon nagy formátumú és gyakorlott színházrendező van. Én színházban csak azt tudom megcsinálni, amiben nagyon hiszek, mert az, hogy most kapnék, tehát hogyha a filmnél el tudom képzelni, hogy kapok egy témát, amihez nem sok közöm van, lásd mondjuk a szabadságszerelem, vagy akár ez a film is, és abban megtalálom saját magam, mert az van egyfajta rutin, amivel azt gondolom, hogy meg tudom egy bizonyos minőségben valósítani. A színháznál ott nagyon kell, hogy az tényleg az nekem nagyon fontos legyen ahhoz, hogy ott tudjak belőle csinálni, mert nincs ott az a rutin. A tévé, az egy érdekes kérdés. Tévésorozatot szívesen írok. A rendezés az már egy más kérdés, mert olyan kevés pénz van ezeknek a tévésorozatoknak a megrendezésére, hogy nem mindig lehet igényeset csinálni belőle. Sokszor nagyon jó képességű rendezők kapnak jó anyagokat, és egyszerűen nem tudják olyan szinten megvalósítani azért, mert a tévék gyakorlatilag versenyt futnak, hogy ki tud kevesebből gyártani, és ennek azért a vége előbb-utóbb csak egy silány minőség. Nyilván vannak kivételek, és vannak nagyon jó alapanyagok, és vannak nagyon jó színészek és tehetséges rendezők, de ez az átcsökkentés nem fog működni a világ végéig, mert egyszer csak elkezdjük a szemetet gyártani. De ami nagyon jó írni a sorozatot, az, hogy karaktereket ki lehet bontani. Az idő az mindig határt szab annak, hogy egy karaktert mennyire tudsz megmutatni a nézőnek, hány helyzetbe tudod tenni a sorozatnál. Ott sokkal-sokkal több lehetőség van erre. És nem várod azt a magyar sorozatgyártástól is, hogy itt is előbb-utóbb beindul egy olyan boom, ami most már Amerikában meg Európa szerte is azért van, és nem ez a gyártsunk minél többet, minél kevesebb pénzből dolog érvényesül? De nagyon, nagyon várom, csak szerintem velem együtt sokan várják, de egyelőre nincsenek semmi jele, inkább az ellenkező tendencia van, hogy minél kevesebből, és egy ilyen rossz licitálás indult el, hogy aki kevesebbért, rövidebb idő alatt bevállalja, azért a munka. Na most ez nem mindig a legjobb eredmény. De hát mindegy, ez nem olyasmi, amire én bármilyen szinten ráhatással vagyok, vagy bármelyik másik rendező. De ez a gyártócégeken múlik? Ez többnyire a megrendelőkön múlik, igen, többnyire a tévéken múlik. Az is szerintem az nagyon jót tenne a hazai piacnak, hogyha nem csak a remake lenne a biztos, azzal együtt nincs baj vele, sőt, de hogy rengeteg nagyon jó ötlettel találkoztam itthon, és ehhez képest azok valahogy majdnem mindig nem kapnak elég bizalmat. Hát igen, most igazából az HBO, a magyar HBO az, ami próbálkozik ezzel, hogy végre most már tényleg 100%-osan hazai gyártású dolog kerekedjen ki, mert az aranyéletnek ott ugye az egy ilyen hibrid termék, mert ott mondjuk az első rész az kb. Megegyezik az eredetivel, de onnantól kezdve egészen a legvégéig teljesen más irányba fut el, meg teljesen magyar ízvilágú. De miért van ez, hogy ennyire ragaszkodunk mondjuk akár sorozatok kapcsán is ehhez, hogy egy jól bevált formulát gyártsunk újra? Hát a kockázat miatt alapvetően, tehát hogyha valami valahol sikeres volt, és mondom, arányosan viszel kis befektetéssel, mint például a terápia, akkor az egy olyan recept, amit nagyon sokszor a döntéshozók azok nem feltétlenül olyan emberek, akik a kreatív részéhez jól értenek,
voltam pár ilyen megbeszélésen egyébként, és nagyon sokszor egyszerűen jogászok ülnek ott, meg olyan közgazdászok, akik azt mondják, hogy ez a kockázat, ez kicsi, akkor legyen ez. Tehát, hogy nem feltétlen vannak gazdasági döntések is mögötte. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És hogy válaszoltál a kérdéseimre. Goda Krisztinát, a Bujék című film rendezőjét hallottátok. A film december 6-a óta megy a mozikban, úgyhogy még jól el lehet kapni mindenféle vetítéseken. Én Mucsicska László voltam, és egy hét múlva egy újabb podcasttel jövünk. A kulturális podcast.